Tízezer középiskolás és egyetemista részvételével emlékezik az 1956-os forradalomra és szabadságharcra a Rákóczi Szövetség. Október 21 és 23-a között mintegy 3000 diák érkezik Budapestre a Gloria Victis 1956-os emlékünnepségre. Mellettük 140 Kárpát-medencei középiskola, több mint 7000 tanulója utazik, legalább egy határátlépésével egy másik magyar középiskolához ünnepelni. A Gloria Victis 1956-os emlékünnepség a Rákóczi Szövetség legnagyobb és egyben legemblematikusabb rendezvényévé vált. Barna folytatja vendégével. Köszönöm szépen, Csáki Csongor a vendégem, a Rákóczi Szövetség elnök. Jó estét kívánok, elnök Jó estét kívánok. Ez egy olyan hatalmas program, megmozdulás, ami 23-át körül öleli. 21, 22, 23, ugye ez a háromnapos esemény, csak címe a Glória Victis, ugye a, jól fordítom latinból, legyőzöttek dicsősége. Így van, dicsőség a legyőzöttnek az a Rákóczi Szövetségnek, ahogy itt el is hangzott, az egyik legnagyobb rendezvénye. És azért is tud a legnagyobb rendezvénye lenni, mert ez, a, ez az emlékünnepség összeforrott szövetségünknek az örökös tiszteletbeli elnökével, néha Jóhac József elnök úrnak a nevével, aki maga is ötödéves műegyetemista diák volt. És valamikor a 90-es évek legelején elhatározta társaival együtt, hogy hogy ezt az örökséget, ezt a világra szóló forradalmat valamilyen módon tovább kellene adni, tovább kellene adni a lángot a fiataloknak. És azóta ilyenkor október 21 -e és 23-a között összesereglik a magyarországi, a kerpet középiskolás világ, meg természetesen az egyetemisták is. És hát ez egy sok szálon futó rendezvény ilyenkor, ami azt jelenti, hogy része természetesen a műegyetem, ez az egész rendezvénynek a fő Helyszín. Hát a akkori eseményeknek is emblematikus Természetesen, volt. Természetesen a műegyetemi aulá, aulában majd vasárnap délután három órakor elkezdődik egy ünnepség, ami, ami, az állami ünnepség sorozatnak is egy meghatározó része. Ezen már ott lesz az a közel 3000 fiatal, aki, aki nagyon sok helyről. Magyarországról jönnek belőről. E, és 184 középiskola képviselteti itt majd magát. Nagyjából a fele a résztvevőknek magyarországi, viszont a másik fele a vendégeinknek az külhomból érkezik, Kárpátaljától Vajdasságig, Pozsonytól egészen Székelyudvarhelyig nagyon különböző településekről iskolákból. És ugye pusztán az, hogy ez a, ez a nagy sokosság együtt van, és ilyenkor természetesen az Országháza 301-es parcella, komoly zenei koncert, könnyű zenei koncert, városnézés, nagyon sok mindennel fűszerezve van ez a három naposítétük de a lényege mégiscsak az, hogy együtt vannak, és a műegyetemi ünnepség után részt vesznek azon a történelmi felvonuláson, azon a történelmi útvonalon zajló felvonuláson, fáklyákkal, korabeli csepelt teherautókkal, ami, amin annak idején az egyetemisták is vonultak. Az a, vonulás, az a felvonulás, ami egy nagy szabadság volt a zsarnokság ellen. És hát ezt, ezt próbáljuk ezzel a rendezvényel az idejében is Élményszerű történelem órába tenni az ideérkező fiataloknak, hogy vigyék el magukkal ezt. Ugye határon túl, annak idején, 1956-ban, közvetlenül az ottani emberek nem voltak részesai a forradalomnak. Persze ott is a Kossuth Rádiót sokan hallgatták, viszont az ottani történelem oktatásban is talán kevésbé van jelen 56 és a magyar történelemnek a, a lényege, és hát ezért is egy talán egy, egy ilyen hiánypótló dolog az, amikor külhoni diákok is itt vannak, és lyukas zászlóval a kezükben végigjárják azt az útvonalat, amit annak idején a műegyetemi 56-os fiatalok is. Azon gondolkozom, elnök úr, hogy hangosan persze, hogy ilyenkor a résztvevő diákok, egyetemisták, középiskolások egymás közt is megbeszélik ki neki, milyen emléke is tapasztalatom arról. Az én nagyapám, az én ők apám, az én rokonom, a szomszédomnak a nagyapja. Ez, ez egészen biztos, hogy így van, sőt ugye a, a rendezvényt aztán még kiegészíti két nagy vetélkedő, két nagy középiskolás vetélkedő. Van egy, De ez eh, itt Budapesten? Ez itt Budapesten. Aha. A, a Gloria Victis történelmi vetélkedő az a műegyetemen zajlik, ugye oda több mint 200 középiskola nevezett még tavasszal, és ilyenkor a legeredményesebb 63 fős csapat kap meghívást ide, akik majd 22-én el, először írásban, aztán 23-án délelőtt szóban is összemérik a tudásokat, és ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Múzeumban, ott pedig a Madács emlékév apropóján zajlik egy Madács 200 elnevezésű irodalmi középiskolás vetélkedő, erre is 180 diák érkezik felkészítő tanáraival együtt, tehát ilyen módon egy, egy tanulmányi verseny is egy hátteret biztosít az összejövetelnek, de természetesen nem mindenki a, a vetélkedőkre jön, éppen ezért nagyon fontos az, hogy hogy azokat a történelmi helyszíneket itt a fővárosban lássák a magyar fiatalok, úgy az itthoniak, mint a külhoniak, ami segíti nekik valamihez hozzákötni, akár egy, egy, egy emlékhelyel, egy élménnyel, egy találkozással, egy beszélgetéssel, azokkal az előadásokkal, azokkal az élményekkel, ami ezt a három napot körülveszi, mindazt, ami 56-ról szól. És hát nyilván nem csak Budapestre érkeznek a fiatalok, hogy amit tettem, ez a 100, több mint 180 középiskola 3000 diákja, hanem mellettük egy, egy nagy kárpetnerencei utazás is elindul. 140 iskolából indulnak a diákok, vagy határon túra, vagy határon túról ide, és ezek iskolák közötti utazások, nyilván ennek is nagy hagyománya van a szövetségünk életében, és ez azt jelenti, hogy 7000 diák utazik, és hát nyilván nagyon sokan fogadják őket, és ezek a utazások, látogatások is arról szólnak, hogy, hogy az apropó az az 56-os forradalom, az a szabadság harc, az a világra szóló forradalom, amit a 56-os fiatalok végrehajtottak. Itt a rendezvények égisze alatt muszáj arról is beszélni, hogy azért, ha az egyik iskolából mennek a másikba, akkor ez egy izmos testvériskolai iskolai kapcsolatot is jelenthet. Hát ez, ez, egészen biztosan így van, hiszen a Rákóczi Szövetség csak egy motivációt adott egy utazási, támogatási hozzájárulásra egy pályázat keretében. De ez már korábban is volt, és Ezt, sokat beszéltem. Ez el. egy nagyon régi program, ez így van, 1994 óta, március 15-én, június 4-én, illetve október 23-án utazhatnak a diákok, és hát az, hogy most elindul 140 iskolából 7000 diák, ez is egy visszajelzés, egy visszaigazolás arra, hogy igény van az ilyen típusú találkozásokra, kapcsolatokra, és hát reméljük, hogy ezzel is sok fiatalnak a történelemtudatát, tudatát, illetve az identitását erősíteni lehet. akkor úgy látom, hogy ez bőven több, mint egy élő történelem óra. Ez, ez a cél, és azt gondolom, hogy a, annak idején azok, akik elindították Harci József vezetésével ezeket a programokat, azok stratégiai pontokra tapintottak rá, és hát reméljük, hogy ezt a ezt a gondolatot, amit ők a 90-es évek elején elindítottak, ezt még hosszú ideig tovább lehet vinni, és nagyon sok fiatal, ahogy most is, úgy a jövőben is ebben részesedni tud. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget.